27 év után került a Swissling Cup, a férfi csapatverseny serlege ismét magyar kézbe. Hároman is fogják, három világbajnok, balra-jobbra Klampár Tibor, középen Jónyer István és Gergely Gábor, és természetesen a mester itt mellettünk, akinek nagyon sok szeretettel gratulálunk, hiszen azt hiszem, hogy 27 évig vártunk erre a sikerre. Milyen szanszot adok, és azt mondtam, hogy 50-ből egyszer tudjuk őket megverni, és hála Istennek sikerült. Van-e idő most a pihenésre? Ha nincs idő, talán egy-két nap, és edzeni kell tovább. Pista? Sajnos ugyanez a helyzet nálam is. Te viszont VVK-t játszol, azt hiszem, a napokban már. Igen, nekem 13-áig le kell játszom a VVK mérkőzést Osztravában, ahol még utaznom is kell, úgyhogy egyik, hiszem, kipakolok, kimosom a cuccot, és már pakolok el, és indulok tovább. Egy utolsó kérdés Bercik Zoltánhoz. Mi újjal lepte meg a világot Birmingham óta az asztali tenisz? Hát újjal nem, csak a magyar játékosok a csapatmérkőzések folyamán. Talán azt lehet mondani, először 10 év alatt mind a hárman csúcsformát értek el, különösen a döntőn. Ilyen csúcsformát még egyetlen egyszer sem tapasztaltunk, hogy mind a hárman jól játszottak. Hát itt elsősorban az döntötte el, hogy a Gabi, aki az első és a második játékos verte meg, vagy viszont a Klampár, aki az ázsiai játékosok ellen nem vesztett mérkőzést, 8 győzelemmel és vereség nélkül zárta le a mérkőzés sorozatot. Hát ugyanez mondható a Pistára, hiszen ő olyan helyre lett beírva, hogy ő neki több mérkőzést kellett valamivel játszania. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, még egyszer őszintén gratulálok, és remélem, hogy a pihenés után majd még találkozunk, további sok sikert valamennyieteknek. Köszönjük.